Köszöntöm Önöket, én Kocsisen Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazinműsora a 21. században. Mára is igazán sok mindennel készültünk, mutatom is a részleteket. Fő a biztonság, magyar fejlesztés a lehallgathatatlan mobil. Oké Tudás Központ, pénzügyekről érthetően. Történetmesélés Dióhéjban, mini videó vágó program nélkül. Ki korán kell, aranyat lel, avagy ébresztóra, kicsit másképp. Egy spéci chip, egy igazi miniatűr számítógép óvja lehallgatás ellen a telefonokat egy magyar fejlesztésnek köszönhetően. A rendszer alapjául szolgáló technológiát még jóval a lehallgatási botrány előtt 2003-ban szabadalmaztatta a korábban informatika tanárként dolgozó Zelenák János és két kollégája. És mert az amerikai szuperprodukciókból úgy tudjuk, hogy lehallgathatatlan telefon már pedig nincs, utána jártunk, mit is tud ez a bizonyos innováció. Ez egy olyan telefon, amit nem lehet lehallgatni. Mert a hálózat, amit használ, titkos. A telefonbeszélgetéshez internetkapcsolat szükséges, a kommunikáció titkosításához pedig kódok kellenek, amik senkinek sem elérhetőek, nem lehet ellopni őket, feltörhetetlenek. Nézzük ezt ugye így. A kulcsok ellopása ellen egy speciális chippel védekezünk, egy TPM chip, ezt nem vitáltuk ki egyébként, ha valakinek van egy laptopja, amiben van ujjlenyomatolvasó, abban is van ilyen. Ez egy olyan chip, ami arra van konstruálva, hogy adatokat őrizzen meg. Ha fel akarja valaki törni, akár fizikai, vagy elektronikusan, az a chip ez tönkre megy az adatokkal együtt. Tehát nem lehet bele kiszedni az adatokat. Ekkor az adat ugyan megsemmisül, de nem jut hozzá senki. És milyen chipeket használunk, ez még önmagában nem elég egyébként. Nagyon fontos, hogy a kulcsok nekem se legyenek meg. Ezért ezek a chipek, ezek maguk generálják a kulcsokat, maguk tárolják és maguk is számolnak vele. Tehát ezek a kulcsok egyedi példányban léteznek minden egyes felhasználónál, és minden egyes felhasználó csak a saját kártyában tudja ezeket tárolni, és ő maga sem tudja kiolvasni. Tehát nekem sincsenek meg, a cégnek sincsenek meg. A jogos felhasználó sem tudja lehallgatni a hálózaton belüli beszélgetéseket. Ezen a titkos, kódolt hálózaton bármilyen adatforgalom létrehozható. A szabadalom egyedülálló a világon. Mi voltunk az elsők, akik például egyáltalán okostelefonra tudtunk lehallgathatatlan megoldást adni. A szabadalmunk, ami ezt a feltörhetetlen kulcskezelést tartalmazza, ugye a fogáspont nélküli kulcskezelést, ez egy saját rendszerünk, ilyen senki másnak nincsen. Tehát ez az, ami az egyediségét adja. Az alkalmazás igen egyszerű. Szükséges hozzá egy microSD kártya, ami tartalmazza a kriptocsipet magát. És miután ezt az SD kártyát berakjuk a készülékbe, utána a Play Store-ból letölthető egy installer alkalmazás. Külön van magához a híváshoz egy ilyen jellegű alkalmazás, illetve az SMS részéhez. Automatikusan itt található a csomagoláson belül egy QR kód, amit hogyha lefotózunk, mindent kitölt helyettünk. Itt a telefonszámtól kezdve a különböző kódokat beírja, és onnantól kezdve automatikusan feltelepül az alkalmazás. Egy újraindítás szükséges, és onnantól lehet használni. És ugyanúgy, mint egy másik kártyánál PIN-kóddal be tudunk lépni, és onnantól kezdve működőképes. Egy telefonon elérhető a GSM hálózat és a titkos hálózat is, ami egy zárt láncú rendszer. Csak és kizárólag azokkal a személyekkel tudunk titkosan kommunikálni, akik benne vannak ebben a rendszerben. Ez a készülék is működik, mint normál GSM készülék, van benne egy SIM-kártya, és emellett van benne egy ilyen kriptokártya, amivel még egy számot el lehet érni. Gyakorlatilag, hogyha a GSM számon próbálnak hívni, az is ugyanúgy működik, illetve a titkosított hálózaton belül szeretnének elérni, az is ugyanúgy működik. Ezzel szemben, hogyha mondjuk kivesszük belőle a SIM-kártyát, és van internet elérhetőség mondjuk otthoni környezetben, vagy irodai környezetben, akkor ugyanúgy a titkosított hálózat elérhető, mivel ugye az internet alapon működik, de a GSM az nem működik. Halló! Tökéletes a vonal. Az elsősorban állami és katonai piacra fejlesztett chip ma már a polgári piacon is elérhető. Ahhoz, hogy a szolgáltatás minél kényelmesebbé váljon a felhasználók számára, a telefon biztonsági rendszerét annak operációs rendszeréhez kell igazítani. Jelenleg 5 fejlesztő laborunk van.
külön hardware-fejlesztés, a szoftver-fejlesztésre, szerverek fejlesztésére különböző csapatok. Kb. 60 mérnök az, aki csak ezzel foglalkozik napi szinten, hogy a rendszereket fejlesztés, nyilván a gyártásokhoz, meg a termékekhez a megfelelő személyzet még rendelkezésre áll. A megbízhatóságunkat a szakemberek értik. A laikusok számára az adhat fogódzót például, hogyha el kell gondolkodni azon, hogy a biztonság és a kényelem közül kell választani, hogy a biztonságot kell választani. Az OK Központ célja a pénzügyi nevelés, módszere pedig a játszva tanulás. Az élvezetes tréningeken az általános és középiskolás generáció elsajátíthatja a pénzügyi alapfogalmakat, megértheti a monetáris összefüggéseket, és megtanulhatja, hogyan kell tudatosan bánni a pénzzel. A több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező OTP Fáy András Alapítvány az esélyt a jövő generációjának mottó jegyében pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteket oktat általános és középiskolásoknak. Az elsődleges célcsoportként mi a középiskolásokat céloztuk, ez bővült ki az általános iskolásokkal, és mivel iskoláról beszélünk, ezért általában az iskolákat szoktuk megkeresni, igazgatókat, pedagógusokat, osztályfőnököket. Gyakorlatilag mi egy lehetőséget ajánlunk föl. Ugye ez egy teljesen térítésmentes, tehát ingyenes képzés. Habár pedagógusoknak is tartanak továbbképzést, merőben más iskolás gyerekekkel megértetni a pénzügyi világot, mint a felnőttekkel. Ugye abban nagy részt különbözik, hogy ugye azok a pedagógusok, akik egy ilyen bemutató tréningen vesznek részt, ők abból a célból, azzal a célja jönnek, hogy megismerjék egy kicsit a mi oktatási módszertanunkat, tehát nagyon érdeklődőek. Ugye a diákok, amikor még ide érkeznek és beülnek hozzánk a tréningre, akkor még általában ugye azt gondolják, hogy itt egy jó száraz pénzügyi oktatásról lesz szó, tehát rajtuk nem lehet ilyenkor látni azt a fajta érdeklődést, amit mondjuk a pedagógusokon, de persze ez nagyban megváltozik, amikor ugye megismerik ezt a módszert, ezt a szórakozva tanulást, és a végére ők maguk is megfogalmazzák, hogy nagyon kellemesen csalódtak. Nyugaton sokfelé a közoktatás szerves részeként tanúra formájában bővítik a gyerekek gazdasági ismereteit. Itthon egyelőre a gazdasági pénzügyi nevelés nem szerepel az alaptantervben. Ezt a hiányt pótolja a központ. Tehát egy gyerek mondjuk Angliába vagy Ausztráliába úgy nő föl, hogy szülőktől iskolában nagyon sok olyan szemléletmódot, döntéshozatali mechanikát és olyan alapismeretet sajátít el, amit nálunk bizony szükséges ilyen külön foglalkozások keretében biztosítani. Az oktatás módszertana az edutainment, vagyis a szórakozva tanulás elvére épül. Így a gyerekek a látszólag száraz anyagot minden nehézség nélkül be tudják fogadni. Az a feladat tetszett a legjobban, amikor a pénzt kellett dobálni a céltáblára. Igen, az nagyon izgi volt, hogy azt élveztem a legjobban, az olyan sportos volt, meg célzós, az nagyon jó volt. A legmodernebb audiovizuális eszközökkel ellátott tantermekben korosztályokra bontva folyik az oktatás, ahol a fiatalok megismerkedhetnek többek között a sport, a divat és a médiavilág üzleti összefüggéseivel is. Mindegyik gyakorlatnak van valami a diákok által kedvelt része, hogyha mondjuk a mai napi tréninget nézzük, akkor ez a célba dobós, ez a darts gyakorlat volt az, ami szerintem a leginkább tetszett számukra. Az nagyon jó ezekben a gyakorlatokban, hogy mozgásos aktivitást tartalmaznak, és a megbeszélő körben jutunk mindig magához, az ismerethez, a tudáshoz. Így nagyon sokszor mondják a diákok, hogy ugye észre sem veszik azt, hogy tanulnak. A programnak nem csak az a célja, hogy könnyebbé tegye a pénzügyi ismeretek megértését, hanem az is, hogy a tanultakat a gyerekek a mindennapokban is hasznosítani tudják. A hitel témakörét nézzük, akár a diákhitelt, hát nagyon remélem, hogy eszükbe fog jutni az a tudásanyag, amire itt szertettek. Leginkább ugye a hitelekkel kapcsolatban arról beszélgetünk, hogy valóban szükségünk van-e arra a termékre, és hogy így hozzuk meg ezt a döntést, hogy előtte mindenféleképpen tájékozódjunk. Ez a legfontosabb, ugye a pénzügyi tudatosság egyik alapja. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a gimnazisták vajon mennyire tudatosak, ha a zseppénzük beosztásáról van szó. Én nem kapok zseppénzt, én arra szoktam pénzt kapni, hogyha segítek valamiben apának, anyának vagy ilyesmi. Én se kapok zseppénzt, ugyanígy vagyok én is, hogy ha apának segítek, akkor ők adnak, meg karácsonykor, húsvétkor félreteszek.
A program sikerét bizonyítja, hogy 2014-ben megnyithatták második központjukat Nyíregyházán. Összesen most már 16 trénerrel dolgozunk, ebből 11 trénerünk itt Budapesten van ebben az oktatóközpontban, és van már egy vidéki, mondjuk úgy, hogy mini oké központunk, ez Nyíregyházán indult el immár egy éve. Ott további 5 tréner van, és hát ezzel a létszámmal 2 év alatt már több mint 20 ezer diák kapott tréning jellegű képzést, és ezen kívül nagyon sok olyan egyéb külsős programon is részt veszünk, ahol pedig a szemléletformálással próbálunk minél több diákhoz eljutni, ott szintén több tízezer a megszólítottak száma. A program missziója az, hogy tudatosságra tanítson, és a felnövekvő generáció képes legyen felelősségteljes döntéseket hozni, akkor is, ha pénzügyekről van szó. Januárban hirdették meg a nagy sikerű Ti jöttök program folytatásaként azt az innovációs projektversenyt és gyakornoki programot, amelyre a magyar ipar és gazdaság fejlődését szolgáló újításokkal lehetett pályázni. Az innovációs projektverseny célja, hogy feltárjuk, bemutassuk és díjazzuk azokat az innovatív projekteket, amelyek hozzájárulhatnak a hazánk nemzetgazdasági fejlődéséhez, és ezen belül is az innovatív technológiai exporthoz. Ha nagyon konkrét célt kellene mondanom, a makrogazdasági célokon túl, maga a Ti jöttök program célja is az, hogy olyan kutatásfejlesztési eredmények jöjjenek létre, amelyek piacképesek, és nem csak a nagyvállalatok, hanem akár a hazai mikro, kis és középvállalkozások számára is olyan versenyképességet segítő technológiákat kaphassanak a hazai fejlesztések által, amiért nem kell elmenni külföldre. Az EFH vállalkozásfejlesztési közhasznú alapítvány pályázata sikerrel zárult. Több mint 500 pályamű érkezett az ország minden részéről. A szakmai zsűri a felhívásban megjelölt mindhárom kategóriában kiválasztotta a legígéretesebb, akár nemzetközi sikerre is esélyes projekteket. A zsűri által kiválasztott 9 projekt részleteit hamarosan műsorunkban is bemutatjuk. Sokan támadták a startupként induló, ma már világsikerű Prezit, hogy egyetlen termékes cég. Így aztán a prezentációs szoftver után kijöttek egy új, felhasználóbarát videós applikációval is. Ebben az az újítás, hogy animációkat és feliratokat rakhatunk a videókra úgy, hogy nem kell tisztában lennünk a sokszor igazán bonyolult vágóprogramok kezelésével. A prezentáció készítését és bemutatását emelte új szintre 2009-ben egy magyar startup cég. A diáktól eltérően egy végtelenül nagyítható vásznat hozhatunk létre, ezzel sokkal interaktívabbá és érdekesebbé tehetjük a bemutatóinkat. A cég azóta világhírnévre tett szert, a globális terjeszkedés pedig egy újabb innovatív program létrehozását eredményezte. A Nutshell az egy pici alkalmazás a Prezitől, mivel megörökíthetjük a pillanatainkat, pici történeteket mesélhetünk el, nagyon vizuálisan. 5 éve csináljuk ezt a céget és a prezentációs termékünket, és rengeteget használjuk mindenre, amire csak lehet, és azt is láttuk, hogy sok barátunk és kollégánk személyes dolgokra kezdte el használni. A korai termékmenedzsünk például Preziben kérte meg a felesége kezét, és ő igent mondott, tehát hogy egészen érdekes személyes történetek is megtörténtek. Tehát láttuk, és láttuk, hogy ez a vizuális elmesélése nagyon jót tesz nem csak a prezentációknak, hanem a személyes történeteknek is. És akkor igazából egy éve ez így előjött, egy kis prototípusként láttuk, hogy ez milyen szép és érdekes lenne, úgyhogy megépítettük. Gyakorlatilag egy mini videós történetmesélő alkalmazásról van szó. Használata egyszerű, okostelefonunkkal vagy tabletünkkel mindössze 3 fotót kell készítenünk, amiből a program egy videót generál, amelyet kedvünk szerint különböző színes, egyedi animációkkal díszíthetünk. Úgy működik, hogy 3 képet kell csinálni, például, hogy milyen finomságokat lehet itt kapni, aztán meg például, hogy kikeszik a finomságokat, vagy ők, vagy esetleg ők, oda mehetünk hozzájuk. És utána át is fordíthatjuk a kamerát, hogy magunkat lássuk. Hello! És ebből utána csinál egy kis filmet, amire rakhatunk is feliratokat, mert kész is van, kiszámolta, hogy mi hol történt. És például ide írhatom, hogy ezek ugye sajtok.
és a sajt az finom, úgyhogy mindenképpen egy ilyen hasát simogató manót be kell raknom a tálba, és akkor ez már rögtön ott marad, és így automatikusan animálódik. Nekem más nem kell csinálnom, csak eldöntenem, hogy ez sajt volt. Róla elmondhatom, hogy ő éhes, végül én elmondom boldogan, hogy ez itt a nagysáv, hogy Budapesten történt csütörtökön az egész, és kész is a film. Amikor kész van, elmentem, és meg tudom osztani az interneten bárhol, bárkinek. Pont olyanok az így készült videók, mint amikor egy-egy pillanatra megakad a figyelmünk valamint, de aztán tovább halad a tekintetünk. Leginkább a mozifilmek szuperlassításokkal tűzdelt time-lapse-es szakaszaihoz lehet hasonlítani. Gyönyörű kis videókat láttam, amit a programmal csináltak, amik tényleg megindító kis történetek, és látszik, hogy amatőrök csináltak, de nagyon jól működnek emiatt. És van egy technikai innováció is. Mi a telefonban kiszámoljuk azt, hogy térben hogyan mozgott a telefon, ami egy elég bonyolult feladat volt, ezen dolgoztunk majdnem az egész éven át. És ez teszi lehetővé, hogy magukat, a grafikákat, a szövegeket felhasználnak, mert nem kell mozgatni egyáltalán, minden magától mozog, mint hogy ott lett volna a térben. Amit eddig csak egy vágóprogrammal tudtunk megcsinálni a számítógépünkön, azt már néhány kattintásból megtehetjük a telefonunkon. Biztos önök is érezték már úgy, ha valamit meg akartak örökíteni, hogy a fotó kevés, hiszen nem adja vissza, mi is történt valójában. A videókészítés pedig túl nyűgös, van, hogy lemaradunk valamiről, vagy pedig valaki belesétál a képbe. Ennek vége. A program specialitása, hogy egyesíti a fényképezés egyszerűségét a mozgókép erejével. Nem kell internet, amikor használjuk, tehát hogy lehet offline használni, a megosztáshoz persze kell internet. Olyan 7-10 másodpercek lesznek a végén a nagyselek. Még hogyha tovább tartott is a felvétel, mi mindig szépen összenyomjuk, hogy egy frappáns kis történet alakuljon az egészből, és amikor megosztjuk, ezek 1 megabájtos fájlok lesznek, tehát nagyon könnyen oszthatóak. Így tehát azzal sem kell törődnünk, hogy miként fogjuk tárolni a videóinkat. A kisméret miatt ráadásul másodpercek alatt eljutathatjuk szeretteinknek, ismerőseinknek. És ne lepődjünk meg, ha nem sokára a világsikerű startup cég videóival lesznek tele a közösségi oldalak. Életünk pillanataival, dióhéjban. Egy héttel ezelőtt a fotografálás történetének kezdeti lépéseiről beszélgettünk. Az apropó az első maradandó fénykép készítőjének születésnapja volt. A történetet Daguerrel zártuk, akinek fotótörténeti érdemei ugyan vitathatatlanok, sajnos a daguerrotípia mégis a fényképezés zsákutcáját jelentette. A daguerrotípia egy fémlemezen van, tehát másolni nem lehet, vetíteni nem lehet. Egy ékszer, amit nézegethetünk, tisztelhetünk, rendkívül sérülékeny reakcióba lép a levegő kéntartalmával, a fűtéssel, akkor még közlekedésről nem beszélünk, de a kén az mindig jelen volt az életünkben. Tehát egy pusztuló ékszer. Az üvegnegatívnak a feltalálása, vagy kitalálása. Mindent kipróbáltak, minden átlátszó, kenhető, sűrűn folyós, hamar megszáradó anyagot. Majd Asher, angol festő, a homlokára csapott, és eszébe jutott a kollódium, mint a legjobb megoldás. Jódot kevert bele, megöntötte üveglemezre, ez megdermett, majd ezüstnitrátba fürdetve ezüstjód így jött létre a lemezen. Így aztán készen állt a fényérzékeny lemez. A mester tehát a műteremben beállította a modellt, amíg az fészkelődött, megöntötte a laborban a lemezt, kazettába tette, elkészítette a felvételt, majd rohanás vissza a laborba. Mindenre 15 perc volt. Így aztán megjelentek a mozgó laborok is. Rosti Pál az 1850-es években így ment Dél-Amerikába, ahol végigfotózta az expedíciót. Bajor király fotográfusa, az egy gyalogintót rendezett be sötét kamrának, és a megfelelő személyzet hát vitte a jószágot. Fenton a krimi háború, ez az orosz-török háború, haditudósítója, angol fotográfus,
egy társzekeret rendezett be, és egy sötét kamrának, és ezzel járt a harcteret. Majd a fotográfus megszabadul a sötét kamrától, és a boltokban tucatjával kapható a gyárilag előállított szárazlemez. Ezzel egy időben megjelenik a detektív kamera, állvány nélkül, amivel észrevétlenül lehetett fotózni akár a strandon is. Következő nagy fejtörést az okozta, hogy hogyan lehetne ezt az anyagot feltekerni, a megoldást a celluloid jelentette. George Eastman amerikai gyára, melyik szárazlemezt kezdett el gyártani az 1880-as években, és kísérleteztek egy tekercshordozó anyag létrehozásával. Tehát a Kodak nevéhez fűződik a tekercsfilmnek, a tekercsfilmes fényképezőgépnek a létrejötte. Így aztán egy dobozba akár 100 felvételnyi anyagot is be lehetett tölteni, majd irány az expedíció. Ha kifogyott, vissza az üzletbe, ahol kivették a tekercset és újra töltötték a gépet. 1939-ben pedig megjelent az első automatikus expozíciót lehetővé tevő fényképezőgép. A Rochesteri Kodak hozta forgalomba és ismerte meg a világ az első automata fényképezőgépet. Mi magyarok pedig büszkén gondolhatunk erre a találmányra, hiszen a gyárnak 31 éven át a fő konstruktőre Mihály József volt. Engedjenek meg nekem egy kis személyeskedést. A következő magyar innováció egyik megálmodóját már régebbről ismerem. Együtt jártunk angolórára a műegyetemen reggel 8 órás kezdéssel. Balázs mindig picit késve, enyhén kócosan érkezett, szóval sütött róla, hogy az utolsó pillanatig szundított, mielőtt elindult volna. Ki tudja, talán pont saját tapasztalataiból táplálkozott az a mobil applikáció, amit az egyik internetes oldal a létező legaljasabb ébresztőnek titulált. Egy ideális dolgos reggel elméletben így fest. Már reggel 6-kor felkelünk. Egy könnyű edzéssel indítjuk a napot, iszunk egy csésze kávét, csekkoljuk az e-mailjeinket, és a lakást is rendbe tesszük, mielőtt munkába indulnánk. A gyakorlatban viszont ez a legritkább esetben jön össze. A kifogásokat mindannyian ismerjük. Későn feküdtem le, olyan jó meleg az ágy, még 5 perc szundi igazán belefér. De ahogy a mondás is tartja, az idő pénz. A Snoopy, ez egy ébresztő óra, egy olyan ébresztő, ahol azért, hogy szundizhass, azért fizetned kell. És ez azért jó, mert nem akarsz fizetni, ezért fel fogsz kelni. Tehát rá tudod venni magadat arra, hogy felkelj. Az inspirációt egy interneten talált humoros mém adta. Balázsnak és Csabának rögtön megtetszett az ötlet, és szorgos munkába kezdtek, hogy összekössék a modern ember számára legfontosabb két dolgot, az időt és a pénzt. Mindenkinek van egy ébresztője, viszont nagyon sokan így is snoozolnak, azaz szundizzák. És hát ez egy teljesen rossz szokás, tehát teljesen felesleges, mert csak magadtól veszel időt, mert nem alszol, de fel se kelsz. Az egyetemisták mondjuk egy célcsoport, de inkább az, akik már dolgoznak, tehát hogy akik éppen belekerülnek ebbe a drillbe, hogy fel kell kelni és hozzá kell szokni a munkásléthez, ők voltak egy ilyen célcsoport, nyilván egy ilyen fiatalosabb hangulatú az app, tehát hogy mindenképp az, aki használ okostelefont. 3 hónap fejlesztés után meg is született a kicsit szokatlan megoldás, a Fizes, hogy szundizz applikáció. Persze sokaknak biztosan furcsa lehet az önkontroll ilyen extrém módja, mégis vannak, akik hajlandóak pénzbüntetést fizetni pár perc lustálkodásért. Egy mobil alkalmazás fejlesztése nem egyszerű feladat. Először megírják a program kódját, amiben pontról pontra levezetik, hogyan működjön és hogyan nézzen ki az applikáció. Képeket, animációkat is beszórnak a barátságosabb dizájn kedvéért. Ebből a betű és számsorból persze az applikáció használója már semmit sem érzékel, csak a könnyen kezelhető és barátságos felhasználói felületet. Már amennyire egy ébresztő alkalmazás barátságos lehet.
Tervezünk egy másik alkalmazást, ami egy to-do app lesz, aminek az a lényege, hogy ha van egy feladat, és ezt nem fejezed be az adott ideig, amit beállítottál, akkor fizetsz érte, mert nem csináltad meg ezzel, és ráveszed magadat, hogy meg kell csinálni. Nos, úgy néz ki, a lustaságnak tényleg ára van, legyen szó ébredésről vagy feladathalogatásról. És mivel az átlagember nem nagyon szeret fizetni, így inkább erőt vesz magán, fel kell és elvégzi a kitűzött feladatait, amivel nem csak időt, de most már pénzt is spórolhat. Mai adásidőnk véget ért, de várom Önöket jövő héten is, amikor bemutatkoznak hazánk legfiatalabb startupperei. Adásainkat addig is visszanézhetik a Duna TV videótárában, vagy a www.novumtv.hu oldalon. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol már hétközben eláruljuk, mivel készülünk szombatra. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én mára búcsúzom, mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra! Okay.